Hogyan változik a jövőben a tesztelés Nyírbátorban? Az egyik legfontosabb változás, hogy a Nyírbátorban lakó 65 évnél idősebb lakosok mind a két tesztelési formát a jövőben ingyenesen igénybe tudják venni, és jelentős változást jelent, hogy a Nyírbátori állandó lakhelye rendelkezők pedig 1000 forintért igénybe tudják venni mind az orr, mind a vértesztet, független attól, hogy oltottak vagy oltatlanok. És ami nagyon fontos még ebben a tekintetben, hogy változtattuk a, az életkor határát is, eltöröltük pontosabban, erre azért volt szükség, mert korábban ugye a 12 év felettieket lehetett tesztelni, ez az oltással függött össze természetesen, de miután az oltás korhatára is lejjebb kerül, 5 éves kortól igénybe lehet venni az oltást, ezért úgy döntöttünk, hogy ha, ha úgy, ha úgy szeretnék a szülők, akkor a gyermeküket is elhozhatják, és akkor attól függetlenül letesztelhetik. Ez a könnyítés a, járás lakosaira is érvényes? Az a döntés született, hogy akik nem nyírbátoriak, azok független attól, hogy a járásban élnek, vagy nem a járásban élnek, tesztel tethetik magukat önköltség járon, tehát 2500 forintért. Ennek az az egyszerű oka, hogy nagyon sokan járnak a városba a járáson kívül is környező településekről, másfelől pedig az ünnepekhez közeledve egyre több rokon barát ismerős tér haza nyírbátorba, még akkor is, ha mondjuk Győrből vagy Münchenből érkezett haza, elvégezzük a tesztet 2500 forintért. Meddig marad? az önkormányzati szférában a tesztelés. Az iskola szünetig tervezzük, tehát a 20-ával kezdődő héten még fogunk tesztelni, lesz a 20-ával kezdődő héten lakossági tesztelés is, 20-án és 22-én, és ezen a héten még valamennyi intézményt le fogunk tesztelni ingyenesen, akit, akiket folyamatosan most is tesztelünk. Ugye ezek alapvetően az iskolák, szociális intézmények, de ide tartozik a rendőrség, a postai dolgozók, vagy adott esetben a katasztrófavédelem munkatársa is. Mit lehet tudni egyébként a városról? Van bármilyen információjuk?

Nem rossz, közel sem olyan rosszak a számok, amit információként megkapunk, ugye továbbra sem jutunk hozzá hivatalos hatóság általi rendszeres adatközléshez, de a házi orvosoktól az egyéb intézményvezetőkkel történt egyeztetés során azt látjuk, hogy azért nincs olyan mértékű a városban a, a felfutása a betegségnek, mint volt tavasszal. Nem szabad leállni a teszteléssel, mert ahogy eddig is bebizonyosodott, nagyobb közösségekbe ezzel azért jól ki lehet szűrni, ha megjelenik a betegség, és ezzel talán nagyobb gócpontok kialakulását meg tudjuk előzni. Ez a cél, ezért is nem tartunk kulturális programokat, ezért sem az adventi időszakban és a kulturális központban sem fogunk olyan rendezvényeket megtartani, ami közönség előtt történik, mert ha ennyivel is tudjuk segíteni a járvány fékezését, akkor én azt gondolom, hogy ez kötelességünk, hogy megtegyük.